Szevasztok, skacok! Ez itt a napi vlog Robival. A legtöbb videóval ellentétben ezt az utat ma két keréken és 94 lóerőn fogjuk megtenni körbe Budapesten. Ha érdekelnek az ilyen videók, iratkozz fel, vagy dobj egy lájkot, és tekerjük is körbe a fővárost. Na jó van, akkor induljunk! Mielőtt belevágok itt a kommentelésbe, minden motorosnak és motorozni vágyónak ugyanazt mondom, mint amit velem megosztottak a forgalmi vizsgán. Ésszel teker előre. Minden motoros legnagyobb ellensége a saját egója. Na meg persze az itt a sofőrök, a tragas BMW-sek, az indexet nem ismerő boomerek, a fiatal rallisok, a visszapillantó tükörben nem látott holdpont, az utakon szaporodó kátyúk, szűk utak, meredek kanyarok, az utcán átron a kutyák, a zebrát nem ismerő Magdi néni, aki kiugrik az út elé, mert az tök juló, és persze a lista megy tovább. A lényeg az, hogy nem akarsz majd így járni. Őszintén szólva, a legijesztőbb az egészben, hogy bekerülsz egy Csernobil szintű magyar kórházba, ami közel 30 éve nem látott állami támogatást. Nem, köszönöm. Én az életet választom, inkább vezessünk lassan és óvatosan. Na de ha már ezen a részen túl vagyunk, a legjobb és legideálisabb időben döntöttünk a motoros társammal Elemérrel, hogy áttekerünk a városon és annak legikonikusabb részein. Mivel a tavaszi szezon visszatért a régi kerékvágásba, lehet ti is láttátok, hogy a jó idő vonza ki a motorosokat, mint az alkeszeket a pálesz szaga. És miért is ne? Minden motoros tudja, hogy nagyon jó érzés végre szabadon tekerni. Nincs több idegeskedés a városban, parkolóhelykeresés, vagy várakozás a dugóban, hiszen csak áthaladsz a sorok közt, vársz egy kis stoplámpánál, és már ott is vagy a célpontodnál. Lehet, ezzel páran nem értenek egyet, és megértem az aggodalmat. Kb. 2,5 évvel ezelőtt, amikor megvettem az első nagyobb motoromat, egy Honda CB500-ast, egy kisebb csoporttal nekivágtunk a dobogó kő felé vezető kanyargós utaknak. Mivel én voltam a csapat újonca, aki bizonyítani akart, mielőtt lemarad a sorból, végighúztam a gázkart egy sorsdöntő pillanatig. Ugyanis egy kanyarban akartam volna előzni egy lassan haladó ladát, hiszen szagatott vonal volt, és nem jött senki. De mivel előzés közben gyorsabban kell haladni, hogy minél hamarabb megelőzd az előtted lévőt, ezt a kanyarban úgy kellett volna megoldanom, hogy közben bedőlök. Mivel ez a képességem akkoriban nem volt meg, a sikeres előzés után már alig bírtam bevenni a kanyart azzal a sebességgel, és majdnem lezvontam egyenesen a szakadék szélén. Valószínűleg nagy sebekkel és egy másik sztorival jöttem volna elő nektek, mivel kb. 4-5 centim múlott, hogy az első kereken neki ne rohant volna a szakadéknak. Mit akarok elérni ezzel a sztorival? Azt, hogy mindenkinek megvannak a saját életveszélyes történetei, de a legtöbbük szerintem a saját felelőtlenségünkből adódik. Amióta a városban vagy vidéken vezetek, azt vettem észre, hogy az autó 90%-a inkább előrenged, mint hogy szórakozzon veled. Így van ez a rendőrökkel is. 2,5 év motorozás után csak egyszer állított meg egy csinos kis rendőrhölgy, hogy gyors alkoholvizsgálatot végezzen. Mondtam neki, hogy amióta minden ilyen drága, azóta inkább a motort itatom benzinnel, mint magamat alkohollal. Ezért nem is tesztelt le alkoholfogyasztásra. Ha kéne egy konklúziót leírnom, hogy miért a legjobb motorral utazni, túrázni, vagy akár munkába menni, az egyszerűen a szabadságérzet miatt van. Ezt csak azok fogják felismerni, akik már felültek egy ilyen járgányra motorosként vagy utasként. Ha te is olyan vagy, mint én, akit nem lehet négy fal közé bezárni, különben megőrül, akkor egy kétkerekű motor lesz az egyik legjobb barátod, vagy a gyógyszered depresszió ellen. Nem csak, hogy kalandosabbá teszi az életet, de még azt is mondhatom, hogy az utast is szexibbé teszi. Azért, ahogy itt az Andrássy út felé közeledünk, annyit meg kell hagyni, hogy nem egy olcsó mulatság a motorozás, és mindenki saját igényei szerint gondolja át a dolgokat. Az én motorom egy új Honda CB750 Hornet, ami 2023-ban jött ki. Ez kb. 3 millió forint volt, de mivel lecseréltem a régit, a nagy részét ennek az összegnek megúsztam. Viszont most hétvégén voltam egy motoros boltban, hogy pár extra cuccot felszereljenek, amiket úgy érzem, hogy hosszabb utakra vagy akár a városban is nélkülözhetetlenek. Ezek között volt egy csomagtartótáska, ökölvédő, bukósisak és szélvédő. Ha esetleg kezdő motoros vagy utazó vagy, akkor persze számítani kell a szükséges dolgokra az elinduláshoz. Ezzel együtt még egy pár százer forint ki fog ugrani a zsebünkből. Ennek ellenére hosszú távon úgy érzem, hogy még mindig olcsóbban jövök ki, mintha egy kocsit vezetnék, és csak magamat kell szállítanom. Ezeket a dolgokat tekintsd úgy, mint egy jól bevált befektetést. Nem csak biztonságosabbá, de kényelmesebbé is fogja tenni az utadat.
Azért láthatjuk, hogy ez a vasárnap déli forgalom azért nem olyan kicsi, mint ahogy mi arra számítottunk, de mégis hamarabb elértük a Hősök terét a Széll Kálmán térről, mint ahogy hittük. Egy kis Lánchídi kerülővel kb. 12 perc alatt ideértünk. Ha esetleg eljutottál eddig velünk, és kibírtad hallgatni a kommentjeimet, remélem, hogy kérhetek egy lájkot vagy egy feliratkozást, ha érdekelnek az ilyen tartalmak. Mivel ez a csatornám utazásról és a mindennapi életről szól, ahogy közeledik a nyár, több utazást fogok megtenni itthon és külföldön. Amit nagyon sajnálok, hogy tavaly nyáron voltam egy 4 napos, kb. 2000 km hosszú túrán a Faterommal egészen Montenegroig, és nem videóztam le az élményt. Nem az út miatt bánom, hanem azért, mert nem tudtam megosztani az élményt, hogy a tengerpart mellett a hegyek közt letekerünk Kotor és Budva felé. Visszafelé már a szerb erdőkön keresztül mentünk, ahol olyan utak vártak minket, amik még a Google térképen sem jelentek meg. Ez egy olyan kaland volt, amire szerintem sokan vágynak, és szívesen megosztanék veletek is ilyen túrákat. Ha lesz időm munka mellett, tervezek egy osztrák utazást a hegyekbe, és persze, mivel a nagyszüleim erdélyek, útközben feléjük a Transfogarasi úton is megjárom a Szerpentint. Ha ezek a dolgok érdekelnek, akkor kérlek iratkozz fel, és majd jönnek az értesítések. Végezetül ezt a videót néhány ismétléssel szeretném befejezni. Ha Budapesten motort vezetsz, a legjobb dolgok azok, hogy hamar elérsz bárhova, parkolni nem lesz gondod, és bárki bármit mond, elképesztően jó élmény. Vannak némi költségek, de ezeket rövid időn belül egy autó is felülmúlja, ha beleszámítjuk a benzint, súlyadót, fenntartást és a kötelező biztosítást. A legnagyobb hátránya, hogy mindig résen kell legyél, és nyugodtan haladjál. Mint mindig, a YouTube csatornámon a kommentrész tártkarokkal várja, hogy megoszd, milyen élményeid vagy véleményeid vannak a motorozásról. Ha eddig nem tetted meg, iratkozz fel és nyomj egy lájkot, kérlek. Na császpok!